Kellemes időtöltést mindenkinek, a Dodgem 52-t látják itt nálunk a sportklubon. Mai vendégünk egykori labdarúgó, hátvéd, labdarúgó edző, jelenleg pedig ő a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya. Egerváry Sándort köszöntöm a stúdióban, szia! Szervusz, köszöntöm! Régóta ismerjük egymást, ezért maradjunk a tegeződő viszonynál, de egyébként a játékosok mondjuk a válogatottnál tegeznek, magáznak, mit mondanak Sanyi bácsi, kapitány úr? Minden közösségben, ha megérkezem, legyen ez klubcsapat, vagy épp a válogatott, mindig felajánlom a játékosoknak, hogy ne legyen egyoldalú a tegeződés. Nyugodtan visszategezhetnek. Vannak, akik élnek ezzel, de általában inkább az idősebb korosztály. Ezek szerint mondjuk a válogatottban Juhász Roland, Király Gabi, ők tegeznek, és vannak fiatalok, mondjuk Németh Krisztián vagy Koman Vladimir, ők meg magáznak? Igen, Sanyi bácsi vagy mester a megszólítás volt, amikor csak edzőnek hívott a Koman Vladimir, amikor megérkeztem az U20-as válogatott kapitányaként közéjük. Érdekes megszólítások voltak. Ma már abszolút elfogadott bármelyik megszólítás részemről. Én gondolom a tisztelet nem elsősorban arról szól, hogy tegeződünk vagy magázodunk. Azt az embernek ki kell vívni magának, ezzel nekem nincs probléma. Persze, beszélgetünk majd arról, hogy szövetségkapitányként milyen célok vannak előtted, milyen célok vannak a magyar válogatott előtt, milyen volt idáig a kapitánykodás, de ugorjunk vissza egy picit az időben. Te Pomázon születtél, és a pomázi esélyben kezdtél futballozni. Egyértelmű volt, hogy te futballista leszel? Nem, csak ez volt az időtöltésem gyerekkoromban, a pályától 100 méterre laktam a pomázi futballpályától, ott nőttem fel, és az élet sodort egyre előrébb, egyre magasabb szintre. Pintér Sanyi barátommal együtt, aki szintén együtt nőttünk fel, egy iskolába jártunk, egy osztályba jártunk, és jártuk be ezt az utat egészen a Honvédig, aztán onnan elváltak az útjaink, én tovább mentem, ő pedig maradt a Honvéd játékosa. Azért ennyire gyorsan ne ugorjuk át a te futballkarrieredet. Mikor dölt el, hogy vagy annyira tehetséges, hogy profi játékos leszel? Hát ez tulajdonképpen a Pomázról, én bevonultam katonának 18 évesen, a Kossuth KFS akkor ilyen B2-es csapatban, a Budai Laci bácsi volt az edzőm. Az aranycsapat legendás jobb szélsője, és ő ajánlott engem a Hidegkuti Nándi bácsinak, aki a akkori NB1B-s Spartakusznak volt az edzője. Úgyhogy az aranycsapat legendás csatárai voltak az edzőim, és ők azok, akik érdemesnek tartottak arra, hogy tovább is ajánljanak, és így kerültem a Honvédhoz. És azt soha nem tudt eszedbe, hogyha már a legendás csatároknál tartunk, hogy mondjuk góllövőként jeleskedj, akár a serdülőben, akár mondjuk ifiben mindig is hátvéd voltál? Nem, a pomázi úttörő csapatban, vagy ifi csapatban még csatár voltam, illetve akkor még összekötőnek hívták a mai középpályásokat. Halfok és az összekötők voltak tulajdonképpen a mai modern négy középpályás. Elsősorban ezen a posztokon szerepeltem, később kerültem egyre hátrébb, és vált belőlem tulajdonképpen egy ilyen matróna védő. Az mit jelent? Hát egy szigorú hátvéd, megbízható hátvédek táborába tartoztam az NBA-be. Több mint 200 élvonalbeli mérkőzés van mögötted, viszont gólt soha nem szereztél az NBA-ben, ez nem hiányzott? Nem, időnként kapom az rikát a mai játékosoktól, hogy a Sanyiban azért ez, hogy tudta ezt a bravúrt elérni. Abban az időben a félpályát nem nagyon engedték átlépni a védőknek. Volt olyan játékos a Viloszki Rudi bácsi idejében, aki átlépte a félpályát, gólt rúgott, de mégis megbüntette a Rudi bácsi, mert ez volt a szigorú utasítás, ami egy kicsit humorosnak tűnt akkor is természetesen, de nagyon beszabályozott feladataik voltak abban az időben a védőknek. Azt tudom, hogy amikor te aktív játékos voltál a 70-es években, a 80-as évek elején, akkor azért még a magyar futball egészen más szinten mozgott. Az szóba se került, hogy te mondjuk a válogatottba bemutatkozz? Annyira nagy volt a konkurencia akkor? Igen. Hozzá kell tenni, hogy a olimpiai válogatottba meghívtak, és volt érdeklődés abban az időben, hogy esetleg a válogatottban is, de több jobb játékos volt abban az időben a válogatott védelmében is. Úgyhogy nagyszerű társak között, Páncsics Mikik vagy Kocsis Pisták között játszottam, és a Kocsis Lajosok szervezték a játékot. Tehát nagyszerű millióbe érkeztem a Honvédba is természetesen, és abban az időben mi elmentünk a Barcelona vagy a Bayern München ellen játszani, pariba voltunk abban a 70-es években még. Én sajnálom is a mai játékosokat, mert mi egy kettős rangadón hazai mérkőzés kapcsán a stadionban 80 ezer ember előtt tudtunk játszani. A maiak sajnos ebből az élménytől elmaradtak,
de én hiszem, hogy lépegetünk előre, én azért táplálom a jelenlegi játékosokban is azt a hitet, hogy egyre komolyabb előrelépés kapcsán egyre jobb stadionokban, egyre több ember fog majd érdeklődéssel megjelenni a pályán. Több nevet említettél az egykori csapattársaid közül, vagy az egykori kortársaid közül. Ki volt az a játékos, akit a legjobbnak tartottál, aki ellen játszottál, vagy akivel játszottál, és ki volt az, akitől mondjuk akár a Honvédban, akár az MTK-ban a legtöbbet tanultál? Tehát amikor oda kerültél, esetleg ő volt a hangad, ő volt a legrutinosabb, és egy picit a hóna alá vett. Hát a hóna alá az a Pusztai Laci volt, aki az akkori fiatal honvéd játékosokat fölkarolta, nagyon sok segítséget adott pályán kívül is számunkra. A Honvédban a legjobb játékos abban az időben azért a Kocsis Lajos volt, aki szervezte a játékot. Akik ellen viszont játszottam, hát Albert Flóri vagy Nyilasi és Törőcsik, tehát ott abban az időben nagyon komoly európai szintű klasszisok voltak a pályán. Nem volt egyszerű egy védő feladata. És ha jól tudom, volt egy olyan élmény, ami nem elsőbb a futball élmény, hanem inkább azt mondom, hogy hollywoodi filmes élmény. Itt forgatták Magyarországon a Menekülés a győzelembe című filmet. Sylvester Stallone volt a főszereplő. A történet egyébként arról szól, hogy a II. Világháborúban azt hiszem, hogy a fogolytáborból szerveznek egy, vagy a fogolytáborban szerveznek egy csapatot, akik a német válogatott ellen játszottak, és aztán a mérkőzés szünetében meg akarnak lépni a foglyok, de olyan jól áll a meccs, hogy nem szöknek el, hanem ott maradnak, és megverik a német válogatott, és aztán viszont betódulnak a nézők a pályán, és el tudnak menekülni a foglyok. Nagyjából ez a film rövid története, de rengeteg futballista szerepelt benne, többek között Pelé, Árdi lesz, és magyarok is, ha jól tudom, te is ott voltál, statisztaként, vagy valamelyik csapat tagjaként? Nem, hát mi komoly főszereplői voltunk ennek a filmnek. Akkor MTK pályán rendezték ezt a forgatást, és az MTK játékosokból választották ki azokat a játékosokat, akik megfeleltek egy picit a svábos alkatuknál, vagy fizimiskájuknál fogva, és mi voltunk tulajdonképpen a német válogatottnak a játékosai. Hát szenzációs élmény volt nekünk a Pelével, meg Bobby Moore-ral, meg Árdi Leszekkel együtt tölteni az időt. Rém barátságos, kedves, igazi sportemberek voltak. Nagyon nagy élmény volt valamennyiünk számára. Annak idején hallottam egy anekdótát, nem tudom már kitől, hogy állítólag a döntő gólt, a győztes gólt Pelé rúgja ollózva. És amikor a felvétel zajlott, akkor mondták, hogy tessék, felvétel, nem tudom ki elment a szélen, beadta Pelé felugrott, ollózott gól. De valami baj volt a felvétel, és meg kellett ismételni, és utána az Istennek nem ment neki, hogy ollózza, betaláljon a kapuba. Ez igaz? Te ott voltál ekkor? Ez így történt, ez. És volt egy kedves játékos társam, a Kovács Béla, akkori MTK középpályás futballista, aki egyébként borzasztó fehér bőre volt. Azt mondja, gyerekek, hát bokszoljatok be, én a kicsit feketére festetek, akkor én ezt azonnal megcsinálom. Ne hagyjuk szenvedni itt a Pelét. De akkor ezek szerint ez igaz, néha ez a legjobb volt. Játékosnak se jön össze. Ez így volt pontosan. Az első ragyogóra sikerült, de éppen nem tudták felvenni. Szóval a Pelének se sikerül mindig az ollózás. Te játékosként a technikás védők közé tartoztál, vagy inkább arra voltál híres, hogy jó keményen odalépsz, aztán hadd hújjon a férgese? A szigorú játékosok táborába tartoztam, nagyon sokszor célfeladattal, tehát az ellenfél legjobb játékosait, mint amilyen az Albert Flóri követő emberfogással kellett akkor még játszani, az úgynevezett markeröknek, tehát emberfogóknak. Én ezek közé tartoztam, nem a pengések közé, hanem inkább a gyors, mozgékony, megbízható védők táborát erősítettem. És egészen hamar visszavonultál, 31 éves voltál. Mi történt? Sérülés, vagy mi volt az oka annak, hogy 31 évesen szögre akasztottad a csukát? Kiesett az MTK abban az évben, a Zsembi 2-be sorolódott vissza, és az már nem volt akkora kihívás. Nem tartottam fontosnak, hogy MB2-ben szerepeljek, és sokkal inkább addigra már én elvégeztem a testnevelési főiskolán a szakedzői vizsgámat, úgyhogy képzett edzőként próbáltam magamat elhelyezni a magyar labdarúgásban. Ezt mikor találtad ki, hogy edző leszel? Ugye aktív játékos voltál, amikor elkezdted a TF-et. Egyértelmű volt számodra, hogy szeretnél maradni a futballvilágában? Tulajdonképpen nagyon jó edzőim voltak, tehát beszéltem a nevelő edzőmet, nem említettem, a Pomázon a Szabó Sándor, aki nagyon sokat segített nekem, komoly emberi tartása volt és olyan szakmai tudása, amivel meg tudott fertőzni a maga pedagógiájával is.
nem beszélve Budai Laci bácsiról, vagy Hidegkuti Nándi bácsiról, de hát volt Lakat Károly, Mezei György, tehát nagyon komoly szakemberek, Mészáros Dodó bácsi. Mindenkitől az ember el tudott lesni, és én úgy éreztem, hogy nekem van érzékem közösségekbe, nem csak beépülni, hanem közösségeknek a vezetésére is. Nyilván sok minden összetevője kell ahhoz, hogy az ember irányítani tudjon egy 20-25-ös létszámú futballcsapatot. Éreztem ezt a pluszt, és én úgy éreztem, hogy nekem el kell végeznem akkor a TF-et. Sokat segített nekem akkor az edzőm volt, a Mezei György, az MTK-nál, és ő, aki egyébként tanára is volt a testnevelési főiskolának, ő segített engem abban, hogy oda bekerüljek, és bizonyos edzéslátogatásokról is távol maradhattam, mert ő fontosnak tartotta, hogy ez a fajta előmenetelem fölkészülni az edzői szakmára. Egy-két napos edzés kihagyás kapcsán ettől még nem veszítek azokból az értékekből, amit a pályán meg kell jeleníteni. És aztán Mezei György számított is rá, hiszen nagyon hamar komoly feladatot kaptál, 83-tól mellette segítő lettél, ő volt a szövetségi kapitánya a magyar labdarúgó válogatottnak, te pedig mellette dolgozhattál. Igen, tulajdonképpen először az olimpiai válogatott mellett dolgozott a Gyuri, akkor még a Mészői Kálmán irányította a magyar válogatottat, és aztán azt hiszem egy évet töltöttünk az U21-es meg olimpiai válogatott mellett, és 83-tól valóban átvette a Mezei Gyuri, és akkor már én nem csak pályaedzője lettem a Tajti Józsi mellett, hanem a technikai vezetője is a válogatottnak, és egy ilyen, mivel a TFN nem csak a szakedzőit végeztem el, hanem a sportmenedzserit, ezért ezekkel a előképzettségek kapcsán tudtam segíteni más oldalról is a válogatott felkészítését. Ez azt jelentette, hogy mondjuk Rotterdamban a VB-s elejtezőn te foglaltál szállást, tehát ezek technikai vezetőnek ilyen jellegű feladata is voltak, buszbérlés, most igazából pontosan. Csak találgatok. Így van, pontosan, tehát utaztatni, előkészíteni az utazásokat, a helyszínen való lebonyolítást, igen, ezt abban az időben, ebben a három évben én végeztem. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy melyik a kedvenc labdarúgó csapatom, akkor én azt mondom, hogy a magyar labdarúgó válogatott, méghozzá a 80-as évek közepén játszó magyar labdarúgó válogatott, én ezen nőttem fel, amikor a hollandokat megvertük odakint 2-1-re Rotterdamban. Igaz, hogy ide az, aki kaptunk 1-0-ra, de annak a mesnek már nem volt tétje, mert akkor a magyar labdarúgó válogatott már kijutott a mexikói világbajnokságra. Ugye az osztrákokat 3-0-ra vertük idegenben, Bécsben, Kiprik, Détári legendás gólja, de aztán ugye mégse úgy alakult az a mexikói labdarúgó világbajnokság, hogy ahol mi gyerekként, vagy egyáltalán futballdrukkerként elterveztük, de azt gondolom, hogy az a csapat, az egy nagyon-nagyon jó csapat volt. Ugye a brazilokat megvertük 3-0-ra, Hamburgban a németeket 1-0-ra, végigvertük Európát. Te hogyan emlékszel vissza erre a csapatra? Méltatlanul kezeli ma a közvélemény, vagy a média is ezt a három évet. Tényleg fantasztikus eredményeket, tehát a felsorolásból is, még a spanyolokat is elvertük. Tehát tényleg végigvertük Európát, jöttek a brazilok 3-0-ra, még 86. március 18-án még hármat rúgtunk nekik. És valami megszakadt ebben a történetben, és ma az emberek arról az egyetlen egy mérkőzésről beszélnek, és nem arról a három évről, amin tényleg az országnak dicsőséget, az embereknek örömet okozott. Méltatlan a megközelítése, ma is én úgy érzem a média részéről. Sokkal nagyobb megbecsülést kellene kapniuk azoknak a játékosoknak, a mai nap is, a Détáriknak, meg az Eszterháziknak, meg a Nagyantiknak, vagy a Rótantiknak, mert abban a három évben valóban egészen kimagasló teljesítmény nyújtott a magyar válogatott. Mi történt egyébként a Szovjetuniónál? Meg kell vagy kérdezem, én megmondom, hogy 14 éves voltam, bőgtem. Már amikor a második gólt megkaptuk, és végsírtam az egész 90 percet. Sok minden jut az ember eszébe, nyilván több apró részlete van ennek a történetnek. Egy valamire, egy tészta programra nem lehet természetesen rátenni. De én erre mondtam, hogy a strandon, hogyha a negyedik percben vezet a 2-0 az ellenfél, akkor azt mondjuk, hogy jó, ezt a sört mi kifizetjük, kezdjünk egy új mérkőzést. Most képzeld el, hogy mi kiállunk most 30 év után, 40-50-60 évesen se kapunk 4 perc alatt 2 gólt, tehát ez kizárt dolog. Sajnos beleszaladtunk, olyan pekhesek voltunk, hogy ebbe a 2 gólba beleszaladtunk, és onnan minden egészen más, tehát összezavarodott minden. Futottunk az egyenlítésért, és ezek megjöttek mögöttünk a Beljanovval, ezzel a gyors csatárral, és lebringázták a csapatunkat.
Van ilyen, én azt mondom, hogy azon a világbajnokságon a spanyolok egyfél idő alatt ötöt kaptak, és egyáltalán nem rázta meg őket, a spanyol közönséget se. Mi magyarok egy picit másképp kezeltük ezt a történetet. Sajnos akkor a Mezei Gyuritól kezdve az egész válogatottat kicserélték. Szoktam mondani erre, hogy a lavor vízzel együtt a gyereket is kiöntötték, és bizony hosszú évek kellettek, hogy egyáltalán magához térjen ez a dolog. Hagyni kellett volna a 6-0-ás vereség ellenére. Egyébként azóta nem volt a magyar labdarúgó válogatott sajnos világbajnokságom. Pont nemrégiben volt az 54-es berni világbajnoki döntőnek az évfordulója. És arról beszélgettünk egy rádióműsorban, hogy vajon ha most Magyarország bejutna a labdarúgó világbajnokság döntőjébe, de elveszítenénk, hogy nálunk Magyarországon milyen lenne a hangulat? Hát másodiknak mindig a legrosszabb, tehát az utolsó meccset elveszti, természetesen senki nem örülne, ugyanúgy egy csalódás lenne valamennyiünk számára, de nagyon jó lenne megélni. Igen, én is azt mondom, hogy annak idején az aranycsapatot le kellett szállítani Tatabányán a vonatról, mert népharag várta őket Budapesten, amiatt, hogy elvesztették a világbajnoki döntőt. Jó, mondjuk az aranycsapat ilyen toronymagas esélyes volt, meg arról is vannak mendemondák, pletykák, hogy a németek akár külső segítség igénybevételével dopingoltak, és más toplisuk volt, már csavaros Adidas toplisuk volt, nekünk pedig még nem. Tehát egy csomó olyan tényező, de azt hiszem, hogy 2-0-ról elveszteni egy világbajnoki döntőt, az valóban egyfajta tragédia lehet egy ország számára, különösen úgy, hogy akkor még valóban futballnemzet volt Magyarország. Így van, abszolút a legjobb csapat volt, mint ahogy a hollandok is voltak néhányszor a világ fölött, és mégsem tudtak világbajnokságot nyerni. A döntő pillanatban ők is elbuktak, pedig hát egy pár évtizeddel ezelőtt abszolút a holland futball uralta, nem csak a Cruyff idejében, hanem a Van Bastenek idejében is a világ futballját. Te hogy látod, milyen a futball szerető közvélemény hangulata? Tehát ugye attól messze vagyunk, hogy világbajnoki döntőbe kerüljünk. Reméljük, hogy ahhoz közel vagyunk, egyáltalán kijussunk labdarúgó világbajnokságra, mondjuk Rióba, Brazíliába. Igen, azt el lehet mondani, hogy az elmúlt néhány évben közelebb kerültünk ehhez a lehetőséghez. Tehát eltelt jó két évtized, úgy több mint két évtized, hogy világversenyen nem szerepeltünk. Én nekem az a véleményem, hogy most van lehetőségünk van. Ahhoz, hogy kijussunk, ahhoz nyilván a második helyet mindenféleképpen el kéne érnünk. Erre szerintem nagyobb az esélyünk, hogy a másodikok playoff mérkőzése kapcsán kit kapunk ellenfélként, Franciát, Horvátot vagy Angliát. Ez nagyban függ a sorsolástól, mert azért ezek a futball nemzetek előttünk járnak, ahhoz már nagyon nagy bravúrt kellene végrehajtani ez a csapatnak, de hát erre készülünk. A mai magyar focira még visszatérünk, most azonban kanyarodjunk vissza a te edzői pályádhoz. Ugye Mexiko után jött egy kuwaiti kaland, ez egy picit ilyen menekülés volt a magyar közvélemény erről, a magyar futballtársadalomból? Hát tulajdonképpen igen, vagy a magyar futballtársadalom nem volt kíváncsi azokra az emberekre, akik ezt a vereséget a világbajnoki szereplés kapcsán elszenvedték, talán inkább az utóbbi. Egy kényszerpálya volt, a Mezei Gyurinak volt egy meghívása a kuwaiti válogatott szövetségkapitányaként, és engem kért fel, hogy pályaedzőként menjek vele. Én természetesen örömmel vállaltam. Családommal együtt a gyerekeim ebből nagyon komolyat kamatoztattak, hiszen angol iskolába tudtuk őket járatni, a mai napig is előnyét élvezik annak, hogy ott két évet töltöttünk. Egyébként én azóta már voltam egyszer Kuwaitban, és a mai napig is szívesen megyek el, tavaly csak látogatóként mentem el a barátaim közé. Azt hiszem, hogy 86, igen, még a rendszerváltás előtt voltunk 3-4 évvel. Az akkori pártvezetés behivatott titeket a mexikói kaland után? Volt valami büntetés, leszidás? Mi történt? Hát méltatlan volt az egész. A Buda István volt akkor az OTSH-nak, az akkori sportminisztériumnak a vezetője, aki egyébként velünk volt végig kint Leonban, a csapattáborában, és látta, hogy micsoda heroikus küzdelmet folytat ez a közösség a világbajnoki szereplés kapcsán. És nagyon méltatlanul a mérkőzés után, hogy hazaérkeztünk Ferihegyre, akkor betoloncoltak minket egy ilyen 5x5-ös kis helyiségbe, és
az az ember, aki ott volt köztünk és látta, hogy mit tettünk meg, de nem sikerült, az olyan csúnyán lejáratott minket a tévé nyilvánossága előtt, mert odahívták a kamerákat, én nagyon rosszul éreztem magam. Tehát, mintha mi az országot szándékosan ilyen helyzetbe hoztuk volna. Forgott a gyomrom ebből az egész történettől, tehát szóval méltatlan volt, ahogy ezekkel a sportemberekkel velünk együtt bántak akkor, csak azért, mert hogy ők mentik saját magukat, nem tudom más mondani, ez egy nagyon csúnya történet volt. Nagyon nagy volt az elvárás azzal a csapattal szemben, ugye akkor az európai ranglistának az élén álltunk. Volt azt hiszem egy számítógépes program akkoriban, ami kidobta, hogy Magyarország lesz a világbajnok, hogyha én jól emlékszem gyerekkoromból. De realitás volt az, hogy mi mondjuk a világbajnoki címért közdjünk? Mi a kiutazás előtt mi nagyot álmodva azt szerettük volna, hogy a 8 közébe kerüljünk, esetleg a 4-be. És erre valóban a nagyon meglepő volt, de az argentinok, a brazilok, akik éppen márciusban elszenvedtek tőlünk 3-0-as vereséget, még ők is oda taksáltak minket. Azért annyira nem volt jó a csapatunk. Én azt mondom, hogy a 8-ba volt realitása ennek ennek a csapatnak, ha és amennyiben nem délbe kellett volna Mexikóba 2800 méter magasan játszani. Tehát sok minden nem arról szólt, ami a futballt segítette. Kevésbé tudtunk mi alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, akikhez a többiek talán jobban. Tehát, hogy csak érzékeltessem, tehát az első 5 napban még a Détári Lajos, aki a legképzettebb játékosok egyike, vagy a Bognár Gyuri, sem tudta levenni a labdát, mert abban a légritka térben a labda néhány tized másodperccel hamarabb ér oda. Tehát elpattant tőlünk a labda. De hát az, hogy délbe 34-35 fokban futballmérkőzést játszani magaslaton, erre hivatkozni persze nem akartunk, és sose tette ezt senki, de az egy egészen futballidegen közeg volt maga a déli 12-kor történő mérkőzés lejátszása, ugyanis Európában még így lehetett esti órákban levetíteni a mérkőzéseket. Tehát egy nagyon furcsa döntés volt, mint hogy a Katar is egy nagyon furcsa döntés jelen pillanatban, hiszen 70-ben volt már ott világbajnokság. 70-ben volt, igen, Mexikóban, és 86-ban megint oda sorsolták, illetve döntöttek. Nagyon szerencsétlen történet volt, mi jobban örültünk volna, ez Európában van. Egy játékost ki kell, hogy emeljek, nekem a kedvenc játékosom Détári Lajos volt annak idején ebből a válogatottból. Ő az utolsó magyar világklasszis, de egy ilyen igazi bohém figura, legalábbis a legendák szerint. Milyen volt ő test közelből? Egy nagyon kedves fiú, aki jól illeszkedett nagyon a közösségbe, tehát nem volt egy különc játékos, aki különleges elvárásai voltak a bánásmód kapcsán. Tulajdonképpen a csapat segítette őt egyre magasabbra. A mai napig is egy vidám bohém fiú, aki szerintem méltatlanul kezel a közvélemény, nem annyira rossz fiú ő, mint amennyire megpróbálták őt befeketíteni. Én az edzői karrierjében is kívánom, hogy lépegessen előre, mert amit fontos látni a futballban, amit meg kell látni egy szakemberben, azt ő meglátja. Az, hogy milyen körülmények közé kerül, mint edző, mennyire tudják őt menedzselni, és mennyire tudnak számára is biztosítani olyan feltételeket, mint mondjuk az utána jövő edzőnek, ez nagyban befolyásolta most az ő edzői karrierjét. Játékosként pedig hát méltán ünnepelte őt a világ, tehát ő azért világválogatott játékos volt, akire büszkék voltunk akkor is, meg büszkék lehetünk a mai napig is. Volt olyan Fradi játékos, akit arról kérdeztem, hogy ki volt az a játékos, aki szerint a legjobb volt, és a két nevet említett, most szándékosan nem mondom az ő nevét, mondta, hogy Lisztes Krisztián és Détári Lajos, hogy Détári rövid ideig játszott a Ferencvárosban, és mondta, hogy ha tudták, hogy előző este kimaradt, Détári Lajos akkor is az élen futott az edzésen, és az összes gyakorlatot ő csinálta meg a legtökéletesebben. Igen, hát volt, amikor elhajlott egy-egy éjszakában benne, maradt a Lajos. Voltak ilyen játékosok, tehát a Kocsis Lajos is ilyen volt, ha már Lajosoknál tartunk a Honvédba. De zseniális futballista volt ő is, tehát én azt mondom, akkori Európa egyik legjobb futballistája volt. Folytatjuk a beszélgetést tovább Egervári Sándor szövetségi kapitánnyal, és ígérem, hogy most már a te edzői karriered jön, meg persze beszélgetünk a jelenlegi magyar labdarúgó válogatottról, de csak a reklám után.